Polgár Viktor szóvivő konkrét támadásokról számolt be a párt irodái ellen. Megyesegyháza, Sziget-Szent Miklós, Zugló, 15. kerület, Fóti út, Kőbánya és Szolnok voltak az események színhelyei. Mint ismeretes, szombatra virradó éjszakán betörtek az MSZP szolnoki irodájába. A tettesek SZDSZ tagok voltak, akiket azóta a párt kizárt, és képviselője nyilvánosan elnézést kért az MSZP-től. Iváncsik Imre, az MSZP Szolnok városi irodájának vezetője számolt be, ahogyan ő fogalmazott, a Tiszagétről, és elmondta, hogy a kérdéses nap estéjén ő maga zárta be személyesen az iroda ajtaját. Az is feltűnő, amint említette, hogy a rendőrség új lenyomatokat nem talált másnap reggel a nyomozás során. Szemtanúk szerint 0 óra körül 4 szemét láttak az iroda bejáratánál, és fél órával később 2 iratokkal megrakodva távozott. Iváncsik Imre arra is felhívta a figyelmet, hogy a bejárati ajtó, ami a címke felragasztásakor állítólag befele nyílt, valójában kifelé nyílik. Az MSZP szóvivője elmondta, hogy az SZDSZ tegnapi bocsánatkérését gesztusként elfogadták, de az ügy ismeretében ezzel nem elégedhetnek meg. Annál is inkább, mert eddig semmiféle garanciát nem kaptak arra, hogy vajon az iratokról nem készült-e másolat. Az MSZP ezt a betörést a demokrácia ellen is súlyos vétségnek tekinti. Ezután afelől érdeklődtem, hogy az MSZP hogyan látja. Az SZDSZ szervezett akciója volt ez, vagy csupán néhány fiatal ember felelőtlen kalandja? Polgár Viktor azt válaszolta, hogy csak a törvényes vizsgálat befejezése után minősítik ezt az akciót, de hangsúlyozta, hogy a szocialista párt nem kíván elégtételt, nem kíván politikai tőkét kovácsolni ebből az esetből. Pártja a nyugodt átmenet és az etikus kampány híve.